Grandiózus látványvilágú nagyszínpadi előadással rukkolt elő ismét a Vaskakas Bábszínház. A társulat Fekete István nagyszerű regénye alapján Vuk megható történetét vitte színpadra, ami egy különleges kisróka felnőtté válásáról szól, aki rögös utat bejárva sima bőrű ember méltó ellenfele lesz. A vasárnapi premier előtt a Hello György stábja fotós főpróbán járt. Erős fogas rókák lesznek. Nézd csak! Ezért a legtöbbet. Az öreg apja mélyre folyik, mert neki első volt a nemzetségben. Vuk lesz a neve. Mint az öreg apjának. Vuk. 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 Hát mindenképpen azt szerettük volna, hogy ha már Bábszínházban vagyunk, meg egyáltalán, hogy ne egy ilyen klasszikus fákkal, bokrokkal, vetítéssel tarkított erdőt, hanem hogy egy-egy stilizált teret hozzunk létre. És akkor Boráros Szilárddal, az előadásnak a látványtervezőjével nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy mi lehetne erre a megoldás, hogy dinamikus is legyen a tér, tehát hogy ne az legyen, hogy áll a színpad, és ugyanabban a díszletben játszanak el mindent, meg hogy mégis így erdőre is hasonlítson, és akkor kitaláltuk ezt a gömbökből vagy karikákból álló mobilteret, amit a színészek, mint erdei állatok tudnak mozgatni az előadás során. Igazából az volt a cél, hogy egy minél egyszerűbb formából tudjunk egy minél változatosabb teret létrehozni, és akkor így jutottunk el erre a gondolatra, hogy ez lesz a jó megoldás. Vuk! Hát te meg mit csinálsz? Vadászol, mint az öreg apám! Nézzelek oda, meg ki sem nyílt a szemed, majd adok én neked vadászatot. De ha egyszer éhes vagyok! Ha itt lesz az ideje, megtanítalak vadászni, de most sipírsz haza. Apa! Apa! Itt! Kap! Gyerekek! Én vagyok, ha már kap! Nem ehhez vagyok szokva, de azért segítettek és könnyítettek annyiban, hogy nem a kezemen kell hordani a róka fejet, hanem a fejemen. Ez nagy segítség, mert akkor az arra, mi külön kellene figyelnem, és ezt meg kell tanulni, ezt meg kell szokni. Na most azért erre nem volt idő. Ez egy más műfaj. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy így pályám és életem vége felé találkoztam ezzel a műfajjal, mert hogy őszinte legyek, én csak a régi szokványos báb színházat ismertem, amikor paraván mögött kidugott kézen figurák mozognak, és a háttérben láthatatlanul mondják a szöveget. Hát ez egészen más. Itt azért húsvér emberek mozognak, és amit láttátok, hát elég komoly, komplikált mozgások is vannak. Kicsi vagyok! Segítsetek Vuknak, a kis rókának! Ki fia vagy, kisfére? Én kakfia vagyok, és kicsi vagyok, és éhes vagyok! Kakfia? Hát te hogy menekültél meg? Mi? Én nem menekültem, én vadásztam! Aztán utána eltévedtem, és most már biztosan nagyon aggódnak értem otthon. Ráér még megtudni. Anyád most nem jöhet érted, nem? Engem küldött. Téged? Az én nevem Karak. Karak? És a rokonod vagyok. Velem kell jönnöd. Olyan a technika, hogy csak fejeket látunk tulajdonképpen, csak az állatok fejeit, és ehhez pedig a színészek teste az, ami a többit hozzáteszi. Tehát van, hogy emberi testként használják, van, hogy a fej meghosszabbításaként. Nagyon érdekelt minket ez a forma, illetve én tudtam azt, hogy Ladányi Andrea lesz ennek az előadásnak a koreográfusa, akit ez szintén nagyon érdekelt, illetve egy olyan kreatív mozgásvilágot tudott hozzátenni ezekhez a fejekhez, amiből én azt gondoltam előzőleg, hogy ebből egy ilyen teljességélményt tudunk létrehozni. Tehát, hogy színészként is, táncosként is, bábosként is működnek a játszók a színpadon, és hát végülis ezzel próbálkoztunk meg ebben az előadásban. Fél fahúrtól, akinek messze földön híres az orra.
Ugye én prózai színészként végeztem, és amikor ide kerültem, akkor ez volt számomra az egyik legmeglepőbb dolog, hogy egy bábszínésznek nem egy karaktert kell végigvinnie, hanem van olyan előadás, amiben mondjuk hármat, négyet, és ez benne az igazán fantasztikus, hogy nem egy színt tudok megmutatni, hanem akár egy előadáson belül, mint ebben a Vukban is, hogy egy vicceset, egy líraibbat, egy ilyen aprókát, szóval, hogy sokfélét és sokféle színt. Ez nagyon nagy előny és kincs a bábszínházban, és a bábszínészeknek. Amiket itt a fiúk és lányok csinálnak, hát az nem semmi. Mozgásban, táncban, énekelnek, minden. Szóval egy nagyon összetett műfaj. Én nagyon-nagyon nagy tisztelettel adózom neki. És hát én ugye ezeket nem tudom megtenni. Egy kicsit az én szerepem, az én mozgásom be van határolva, de hát nem lett 87. évenben vagyok. Ugye nem tudok már akármit megcsinálni. De hát nagyon örültem a meghívásnak. Az előféle sok szabályt és bemondást is tartogat, de így tudod majd a legjobbkor nevetni a karnodat. Elmondom, hogy mit is jelent az a szó, hogy magázat, elengedhetetlen összetevő az alázat. Hát kellett egy karak, nevű ugye karak nélkül nincs Vuk, és nekünk a társadban nincsen idős színészünk, és akkor átnéztünk az utca túloldalára, hogy a Győri Nemzeti Színházból ki lehetne az, és hát Kocsis Rozival, a színház igazgatójával közös találatunk volt, azt mindketten nyilván a Csabára gondoltunk első körben. Fölhívtuk, bár viszonylag biztosak voltunk benne, hogy azt fogja mondani, hogy nem, tehát hogy ő most nem fog nekiállni bábot, vagy bábozni, vagy bábszínházba játszani, és akkor a legnagyobb megdöbbenésünkre első szóra igent mondott. És akkor innen jött az, hogy húha, hogy mi történjen, és hát így került a Csaba ebbe a produkcióba, aki nagyon, hogy mondjam ezt, tehát hogy korát megszégyenítő frissességgel állt hozzá magához, a formához is, hiszen játszott ő már operettet, operett, musicalt, prozai előadást, bábszínházi előadásban még nem vett részt, és hogy itt azért voltak technikai kihívások is, amivel szembe kellett nézni. Hey, húzd be a szemed, mert a holdfényben megcsillan, és az áldozatunk elillan. Kettő, a sötét erdő, mert a sötétség a barátunk összes árnya sajátunk. Három, figyelmünk a lábunk, lopakodás, halmdeszű mosolás, hangosabban lopkod a szívdobás. Nagyon jó itt lenni, ez egy nagyon családias környezet. Itt minden olyan szép, minden olyan barátságos. Még illata is van ennek a helyiségnek, szóval én nagyon jól érzem magam itt, ez az igazság. Jó, a másik színházban is, de ott sok ember van, és ott azért megoszlik a figyelem, a szeretet, sok minden. Itt meg úgy koncentrálódik, ez olyan, itt mindenki ismeri, szereti a másikat, figyelünk egymásra. Jó itt lenni, na, ez az igazság. Szóval te kakfia vagy? Igen. A nagy Vuk unokája, karakrokona, aki senkit többre nem tartok. Igen. És már is megfogta a tást. Csodálatos! Bizonyára karak tanított. Igen. Karakma az első a rókák közt, és ez a terület az övé. Én csak átszaladok rajta, kérlek, említs meg neki, hogy a napokban készülök hozzá engedélyért. Hordd el a fekves írkádat! Súg, van itt jó dolgod van. Karak. Ne félj, itt vagyok.
Egyrészt sokkal fegyelmezettebben próbált mindenki. Amikor a Csaba is itt volt a próbateremben, meg aztán a színpadon, másrészt meg hát, hogy közelről látni egy ilyen színészt dolgozni, az a színészeknek is nagy élmény, a műszaknak is nagy élmény, meg rendezőként is ez egy egész másfajta feladat, tehát, hogy itt az ember használ egy készletet, tehát, hogy ő az ő színészetét nem építi az ember, vagy nem megpróbálja eljutatni valahonnan valahova, hanem hogy ő tényleg van egy kincses láda, amiből bizonyos eszközöket megpróbál az ember használni, és hát erről tényleg nagyon nyitott volt, hogy más csináljon, mint ami rögtön jönne, tehát hogy tényleg nagyon-nagyon azt mondani, hogy friss és inspiráló az ő színpadi jelenléte. Eljön majd az idő, amikor több leszel mindnyájunknál. Arra kérlek, gondolj majd akkor is az öreg karakra. Karak? Anyám nem jön már értem, igaz? Igaz, kicsi. Igaz. Majd elfelejted. Élni kell. Megtanulni a szabad rókák furfangját, és megmutatni a sima bőrű baromnak, hogy Vuk nemzetsége erősebb, mint ők. Na, gyere! Megyek, Karak! Én Pipikét tartom most a befutónak. Emellett nagyon hangsúlyos számomra Csele, aki nem kapott nagy jelenetet a végére, viszont a duett, a finálé az nagyon fontos. És nagyon, nagyon élvezem a Sünike karakterét, aki egy apró része ennek a világnak, az erdőnek, de mégis szerintem azok a háttérben élő állatok, akiket láttatok most az előadásban, azok képezik az alapját ennek a mesének. Most! Még egy ilyen vaklárma jutka, és átharapom azt a rágós fén gigádat! Nekem Fekete István gyerekkori élményem, annak idején még gyerek voltam, még el is mentem hozzá Budára, a lakására, és megköszöntem azt a sok élményt, amit a könyveivel nyújtott, és hát nagy élmény, hogy most éppen az ő egyik darabjában működhetek közre. Na, ne hagytok kicsi, még kis kutyák kicsivel! Ki a nehezebb eset, a Vuk vagy te? Én. Mindenképpen én vagyok a nehezebb eset, ezt aláírom, és mindenki, az egész társulat is alá tudja írni. Milyen volt belőle ez a darab? Hogy élted meg? Hogy élted át? Vizes és nedves, nagyon nedves. De ehhez már végül is hozzászoktam. Érdekes, mert egy olyan fajta felnövekedés történet, ami egy egészen kuriozális így a magyar gyermekirodalomban, pláne, hogy egy kis róka a főszereplő. Tehát így még érdekesebb. És mondhatni, egy nagy színész kísérgetett téged ezen az ösvényen. Milyen volt a Csabával együtt dolgozni? Nagyon érdekes volt. Egészen más honnan fogta meg a próbát például, és ezt érdekes volt megtapasztalni, hogy mi hogyan próbálunk, mi a eleve a figurából próbálunk kiindulni, és Csaba pedig ugye a karaktert építette egészen más módon. De aztán a végére ez összeért, azt hiszem. Ismerős a szagod? Nekem is ismerős a te szagod. Kinek a lánya vagy? Apám nevére nem emlékszem. De anyámat azt hiszem úgy hívták, mint engem. Énynek. Mi? De hát akkor te is én! Te is én! Te is én! Te
testvérek vagyunk! Én Vuk vagyok, az én apám Kak volt! És az én anyámat is ínynek hívták, a tóparti rókavárban születtem. És a sima bőrű ember, aki villámló bottan jár, elpusztította a testvéreimet. Kivéve engem. Kivéve téged. Jaj, mióta vagyok már egyedül. Rókaszagot érzek. Jelen. Ja? Jó. Ez egy nagyon szép mese, nagyon nagy meló, ezt egyébként a közönségnek nem kell tudnia, de a Csaba munkája az lenyűgöző, tátott szájjal nézzük, akármit csinál a takarásból, és én tényleg nagyon köszönöm ezt megint a Bábszínháznak, a Rozinak, a Robinak, Andreának, hogy tényleg egy sztárparádéval dolgozunk. Vicces is, meg megható is, meg nem csak a gyerekeknek, hanem azért a nagyobb bacskáknak, felnőtteknek is tud olyan rétege lenni, amit ők élnek át igazán. Hát most azt érezzük, hogy nagyon hiányzik már neki a közönség, tehát hogy jó lenne találkozni azzal, hogy melyik jelenetre, melyik megoldásra milyen reakciók vannak, ma azért ez a tempóját is befolyásolja az előadásnak, úgyhogy szerintem jól állunk, és remélem, hogy nagyon sokat fogjuk tudni játszani az előadást. Most el kell mennem, hogy hamuljál itt. Ne menj el! De visszajövök, érted? Ígéret? A rókák szabad népére esküszöm. Beszélek, karakter! Beszélek Karakkal, aki mindent tud. Visszajövünk és kiszabadítunk téged. Szia! Szia! Szia!